Az alakuló ülést harmadszor és egyben utoljára nyitotta meg Áder János köztársasági elnökként, akit néhány nap múlva Novák Katalin vált majd a poszton. Áder János Orbán Viktort, a választáson győztes Fidesz-KDNP párt szövetség lista vezetőjét kérte fel az új kormány megalakítására. Az államfő elmondta, az új kormánynak minden tapasztalatra szüksége lesz, hogy jó irányba vezesse az országot. A választói felhatalmazás világos, a kihívás pedig emberes, tette hozzá Áder János. A képviselők hivatalos eskütételét követően a DK, a Momentum és a Párbeszéd kivonult az ülésről. 117 fős Fidesz frakció alakult Kocsis Máté vezetésével, a KDNP 18 fős frakciót alakított Simicskó István vezetésével. A legnagyobb ellenzéki párt a DK 15 fős frakciót alakított Gyurcsány Ferenc vezetésével. Emellett a Jobbik, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és a Mi Hazánk, valamint az LMP frakciója is létrejött. Az országgyűlés elnökének ismét Kövér Lászlót választották. A házelnök ünnepi beszédében azt mondta, a veszélyek korát éljük, pénzügyi, gazdasági válság, világjárvány, migráció és háború veszélyeztet minket, közölte. Erőnk és képességeink minden eddiginél nagyobb latba vetése, csak még nagyobb egységben lehet, hogy a viharban helytálljunk. Ideje lenne, hogy aki nem akar segíteni, az legalább ne ártson, mondta a házelnök.